A Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának elődjét, a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem urológiai klinikáját 1920. június 20-án alapították, amikor is a Szent Rókus Kórház urológiai osztályát egyetemi klinikának minősítették át, és annak vezetője, I.S. Géza, professzori kinevezést kapott. A klinika tehát ma már 93 éves. A jelenlegi épület azonban ennél is idősebb, hiszen 1936-ig falai között az egyetem belgyógyászati klinikája működött. Ekkor költözött a klinika a Rókus Kórházból mai épületébe, amelyet 1984 és 1990 között átépítettek. A főváros központja felül az Üllői úton végighaladva jutunk el ahhoz a klinikai tömbhöz, amelynek főbejárata a Ludovika tér felől közelíthető meg. Az urológiai klinika Molnár Ferenc Pál utcai fiú című örökbecsű regényéből megismert egykori fűvészkert szomszédságában található. Első igazgatója I.S. Géza professzor volt 1920 és 1941 között. Őt a háború végéig Minder Gyula professzor követte, majd 1946-tól 28 évig Babits Antal professzor volt a klinika igazgatója. 1974 és 1986 között Balog Ferenc professzor lett az igazgató, akit Frank Dezső professzor követett. Ezután következett Romics Imre professzor korszaka 1997-től, aki 65. életévének betöltéséig 2012-ig állt a klinika élén. Én gyerekkoromban akartam asztalos is lenni, pap is akartam lenni, fene tudja mi, mozdonyvezető is akartam lenni, színész is akartam lenni, és 17 éves koromban eldőlt, hogy orvos. 71-ben ide akartam jönni, de nem volt állás. Ezt a bátyám tudta, és a bátyám az akadémián volt, akkor tudományos titkár volt az orvosi osztályon, és hallotta, talán beszélgettek, hogy az én ide akart jönni, nem volt hely, és egyszer Csata Sándor 74 márciusában mondta, hogy bátyámnak, hogy lesz egy állás a nyáron a klinikán. Szólj az Imrének. És akkor én bejöttem a Babicshoz. Tudtam, hogy Babits 72 éves, ezért az ilyen lelógó bajszomat, ugye táncház, Erdély és a többi, hát ezeket úgy lenyírtam gyorsan. A hosszú hajam, ugye, ami hát fülemet borította, lenyírták gyorsan. És akkor úgy jöttem, ugye kicsit ilyen konzervatív frizurával a Babicshoz bemutatkozni. Így kerültem én július 1-én 74-ben ide. Az elmúlt 15 évben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem urológiai klinikáját a közbeszédben egyszerűen csak Romics klinikának nevezték. Kevesen tudják, hogy fiatal orvosként 29 éves korában arcidegeit egy makacs vírusfertőzés támadta meg, amelynek nyomait mindmáig viseli. A klinikán kialakult rendszerint minden munkanap reggel 8 óra 45 perckor a könyvtárban gyűlnek össze az orvosok, hogy úgynevezett referálót tartsanak az elmúlt nap legfontosabb történéseiről. A kiemelkedő évfordulókon, ünnepeken Romics professzor emlékező gondolatokat mond, amelyet versek felolvasása követ. A reggeli eligazítást a szokásos, közös, osztályos vizitálás követi, amely értelemszerűen az intenzív osztályon kezdődik. Ma is kitüntető rangot jelent a budapesti klinikán, ahogy az orvosi szakmában mondják, az urológiai szakma zászlós hajóján szolgálatot teljesíteni. 1969 őszén kerültem ide a klinikára, azóta dolgozom folyamatosan. Az elmúlt valamivel több mint 40 évben meglehetősen nagy rálátásom volt a hazai urológiára, amelynek a mi klinikánk, végül is hát bátran mondhatom, hogy mindvégig zászlós hajója volt, mert ezekben az elmúlt években a legtöbben innen kerültek ki főorvosnak. Igaz, hogy az utóbbi évtizedben talán ez a tendencia már nem érvényesült, de a korábbi években azt kell mondjam, hogy még most is nagyon sok vidéki főorvos, és hát egyetemen is professzor dolgozik, akik itt a klinikán tanultak. Apám 13. paraszt gyerekként élte életét vasutasként Pécset, és én csak álmodtam arról, hogy klinikára fogok kerülni. 3 évet lehúztam Pécsen a klinikán, és akkor 74-ben felkerültem erre a klinikára, és 74 óta dolgozom ebben a házban. Ketten vagyunk, akik azóta folyamatosan ebben a házban dolgoztunk, Hanvas doktorral együtt. Itt a klinikán nagyon sok új diagnosztikai és terápiás módszer, műtéti eljárás került be a klinika fegyvertárába és a magyar urológia fegyvertárába is. Így például azok a húgycsövön keresztül végezhető műtétek, amelyek eddig nagyon kis számban szerepeltek. Azután a 80-as évek elején a vesének
ugye a PERK után, tehát a bőrön keresztüli megközelítése szintén endoszkópos eszközökkel, az egy óriási lépés volt megint. A 90-es évek után kialakult a klinikának a egyes speciális profilja, a kőműtéteken kívül például az urodinamikai vizsgálatok, a vizeletinkontinenciával, vizeletürítés tartással való foglalkozás, a jóindulatú prostata nagyobbodást, új kivizsgálási módszerei és gyógyszeres kezelés lehetőségei bevezetésre kerültek, és hát nem utolsó sorban a prostatarák műtétei is elkezdődtek, a radikális prostatektómiák, és hát azok a nagyobb műtétek, amikor a hólyagdaganat miatt eltávolításra került, és hát a hólyagot pótoltuk kirekesztett bélszakasszal. Romics professzor gyakran idéz egy írást, amelynek szerzője lejegyezte, hogy a betegek apámra úgy néztek, mint az Istenre, én rám úgy néznek, mint egy emberre, de csodát várnak tőlem. Az orvos-beteg viszony 1000 év alatt sem változott. A beteg ugyanis bizalommal fordul ahhoz, akitől segítséget vár. Szeretettel néz arra, aki megvizsgálta, meggyógyította. A professzor szerint a betegekkel való bensőséges kapcsolat kialakítása nagyon fontos. Ezt néhai belgyógyász professzor testvérbátyjától, Romics Lászlótól tanulta. A beteghez mély empátiával, de bizonyos távolságtartással kell közelíteni. Ha ugyanis az orvos és betege túlzottan közel kerül egymáshoz, a beteg már nem veszi olyan komolyan a tanácsot. Ugyanakkor viszont a beteg bizalmát minden körülmények között meg kell nyerni. 1997-től következett Romics professzor időszaka, amikor is hát ő szakmailag nagyon felvértezve, külföldön több évet tanulmányúton eltöltve mindazokat a modern módszereknek a birtokában, amelyek Nyugat-Európában akkoriban szerepet játszottak, egy nagyon termékeny új periódust hát indított meg a klinika életében. 82-ben Magyarországon Pécset volt egy urológus kongresszus, és jött néhány német. Volt egy Bonni közöttük, és elmondtam, hogy engem nagyon érdekel, mondtam a nevet, aki csinálja, és hát, hogy én majd beszél a főnökével, hogy tudnék kijutni. Ez volt 82 őszén, 84 augusztusában jutottam ki Bonnba, és akkor tudom 3 hónapot majdnem, és akkor a ottani professzor nagyon kedvesen fogadott, a képe itt lóg a falon ma is, és hát ilyen napalműtőben voltam. De mentem laboratóriumba ide-oda, könyvtárba, rengeteg könyvet kaptam tőle ajándékba, és akkor az ő helyetteséről hallottam, hogy megy egy kisvárosba főorvosnak. És utolsó napokban oda mentem hozzá, hogy hallottam Herbach, hogy megy ebbe a kisvárosba főorvosnak, nem kell magának egy magyar oda. Ez volt 1984 december, karácsony előtt egy héttel. Hazajöttem, és akkor ő 85. július 1-én elkezdett dolgozni a vadonatúj kórházba, mondtam, hogy katolikus kórház volt, és tartott 1 évig a könyörgés és a levelezés, hogy én 86. június 1-én elkezdhessem a munkát. Borzasztóan szenvedtem az elején, nagyon rossz tudtam németül, hivatalos leveleket kellett írni, zárójelentéseket, és mindjárt becsöppentem abba, hogy 2-3 naponta ügyelni. 12 óra, 10 óra a munka, és hát minden modern, nem értettem a kifejezéseket, és kezembe adták az ultrahangot, Magyarországon nem is láttam, nem tudom, hogy kell vizsgálni vele. Szóval nagyon-nagyon szenvedtem, és azt mondtam, 3 hónap után hazajövök. Akkor kijött a feleségem és a kislányom, akkor mégis együtt a család, azért az könnyebb volt, nagyon megszereztem azt a rendet. Németországi főnököm Bach Dietmar volt, és nagyon sok mindent elhatároztam ott, ha én valahol, valamikor főnök leszek, akkor azt úgy csinálom, mint Bach Dietmar. Romics Imre professzorot én még akkor ismertem meg, amikor Bonnban volt 1986-ban, több hónapos tanulmányúton, és én is kikerültem a Bonni Urológiai Klinikára egy hónapos tanulmányútra, és amikor a Buda Irgalmas Kórház urológiai osztályt vezette, akkor voltak ilyen közös
műtéteink és voltak közös betegellátási programjaink. Az elődöm időszaka alatt én hiába voltam docens, én végig, amíg el nem mentem főorvosnak, én itten gyakornoki, rezidensi, osztályos minő, legalacsonyabb beosztásban voltam. Hiába volt titulusom magas. Tehát én nagyon nem láttam az utat, hogy mi lehet belőlem, és én boldog voltam, hogy legalább főorvos lettem. Építettem egy jó hangulatú csapatot. 1995-ben ismertem meg a Romis professzorulat, amikor oda került. Nagyon sok újítást vezetett be. Kiharcolta, hogy az első ultrahangkészülőnket megkapjuk. Felpezsgült a tudományos élet is, soha annyi cikk nem jelent meg folyóiratokba, mint amikor ő volt ott, és egy teljesen új szellem lett úrrá az egész osztályon. Noha 2,5 évig volt ott, de azóta is rányomja bélyegét az osztály munkájára. Romics professzor 1997-ben lett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem urológiai klinikájának igazgatója. Aki kollégái biztatására is úgy érzi, hivatás gyakorlásának kiteljesedése lenne, ha elnyerné az elődi nyugdíjba vonulása után miatt felszabaduló állást. Egyedül ő pályázott. 50 évesen lett a klinika első embere. Amikor átvettem a klinikát, az épületben sok mindent építettem. Nem volt tanterem, nem volt elegendő ambulancia. Megdupláztam az ambulanciák számát, ami nem közömbös, hogyha 40 ezer betegorvos találkozás van egy évben. 120 millió forint volt a második emelet intenzív és a 6 darab műtőnek a légkondicionálása. Csinosításra is törekedtem. Az első napokban átfestettem például a bejáratot. Megjavítottam a kilincset. Egy éven belül megcsináltam a múzeumot, ami különböző urológiai médiákon keresztül Európában ismerté lett. A Romics Imre professzor által alapított és közreműködésével berendezett múzeumi gyűjtemény alapja a budai Irgalmasrendi Kórház urológiai osztályának nagyvonalú ajándéka. Amikor az egykori Orfi főorvosaként kinevezést kapott a Semmelweis Egyetemre, magával hozhatta az ott évtizedeken át megőrzött, de szekrénybe zárt régi műszereket. Az 1998-ban avatott múzeum azóta számos kiállítási tárggyal gazdagodott, nagyhírű professzorok életútját bemutató dokumentumokkal gyarapodott. A legtöbbet az urológus kollégák vagy azok családtagjai, olykor egykori betegek, ismerősök ajándékozták a múzeumnak, nem csak Csonka Magyarországról. Az igazgatói folyosón berendezett, mindenki által látogatható kiállítás a magyar urológia történetének sajátos összefoglalója, jellegzetes kordokumentum, amely nem csak a szakmabeliek számára érdekes és tanulságos. 1967. április 19-én jöttem a klinikára dolgozni. Káldini Mária volt a főnővér, nála jelentkeztem és felvételt nyertem. Ez volt 45 éve. Babics professzor idejében érkeztem, a második a Balogh Ferenc professzor volt, harmadik Frank professzor, és a negyedik Romis Imre professzor. Most azt mondja nekem, hogy mi az urológiai panasz? Most 4 hete körülbelül minden héten, ilyen hetes ciklusokban mondhatjuk, véres vizelet. Tehát egy 2-3 nap múlva feltisztul a vizelet. Most is biztos, hogy van benne vér, de nem annyira véres, mint akkor. A PSA legutóbb mennyi volt? Itt van. Nem tudom. 4 körül. 4 körül. A legutolsó nagy nézt. 4 körül. Igen, csontáttét, karcinózis peritónei, ileosztóma, etiaionosztóma, pélektázia. Én úgy gondolom, felveszem, és altatásban megfogom, ha lesz ez a szűkület, megoldom, hogy be tudja jutni a hólyagba, és lássam, hogy ott mi van. 1969. november 1-én kezdtem itt dolgozni. Abban az időben 16 éves kor alatt nem alkalmaztak ápolónőt, segédápolónőt sem.
ezért aztán sehol nem akartak fölvenni. Végül bementünk az egészségügyi szakszervezetbe, és ott ajánlották, hogy az urológiai klinikán 6 órást keresnek. Kézbesítettem, gyógyszertárba küldtek, Babis professzor úrnak hoztam reggelit, és azt mondták, hogy ők be fognak iskolázni, a 16 évet betöltöttem, hagyjanak itt a szüleim, szeretnék, ha itt dolgoznák. Hogy aztán még mi tartott itt? Hát itt mindig nagyon jó volt a vezetőség. Olyan főnővérem volt, aztán mindig olyan professzor volt, aki úgy megbecsülte a dolgozókat. Legalábbis én ezt tapasztaltam. A mai napig is azért nincs itt nagy vándorlás, mert a Romis professzor úr különösen minden fórumon mindig azt mondja, hogy itt első rangúak a szakdolgozók. Én téged előjegyeztelek műtétre. Igen, igen, és akkor közben másra feltöltöm a háromat. Február első előjegyeztelek. Hát most akkor mit csináltak? A helyzet nem változott. Nem. A lába meggyógyult. Igen. Hát... Tevek vagy a pass vagy egyébként. Nézd, hát... Túl kéne lenni rajta, ez egy kis dolog, és jó állapotban vagy, most ki tudja, hogy mit tudom én. Igen, amikor mondod, más. Bizonyos betegségeket, bizonyos szűrések miatt többet fedezünk fel, prostatarákra gondolok. És ez hozza magával, hogy sok beteg, hatalmas vesetumorok, amelyeket nehezebben operálnak, kisosztályok vagy nem operálnak, ide küldik. Az inkontinencia gátló műtétek, azok nagyon sokat fejlődtek. Részben azért, mert új implantátumok, új szalagok, új eszközök jelentek meg a piacon, és ezeket azért munkatársaim megtanulták itthon, vagy elmentek külföldre, vagy ide jött külföldi, aki megtanította őket. Mikor magam elkezdtem, hát akkor még nem volt ultrahang. Akkor ugye például a prostatarák megalapításánál csak a ujjunk tapintó érzékére hagyatkozhattunk. Manapság ott van a kémiai teszt, a PSA, ott van az ultrahang vizsgálat, ott van a CT, ott van az MRI vizsgálat, amelyeket hát nem csak a prostata, hanem a vesedaganatok területén is hát nagyon jól tudunk használni. Jó indulatú prostata nagy jobbodás sebészetében, míg 30 évvel ezelőtt a műtétek 90%-a nyílt műtét volt, addig ez ma épp fordítva van. A műtétünknek a 90%-a endoszkópos műtét. És lehetséges, hogy a vese elváltozásai, akár a vesekövek, akár a vesedaganatok eltávolításában szintén az endoszkópos módszerek előre fognak ugrani. A előbb látott képben a hólyagból vettük ki ezt a daganatot, természetesen a több pici darabban van, de hát ez elég tömeg, egy 20-25 g-nak tűnő hólyagból eltávolított daganat szövet. Hát ezt most elküldjük szövet a vizsgálatra, és akkor meg fogja mondani a patológus, hogy milyen típusú a szövet, tehát a rossz indulatúságban milyen típusú, és milyen mélyre terjed. Tehát, hogy nem csak a hólyagnak a felszínéből indul ki, a nyálkahártyából, hanem az izomzatot is eléri. Az endoszkópos műtétek a klinika átvétele után nagyon megszaporodtak. Tehát 97 előtt volt kevesebb, mint 20, és ebből két év után lett 150-200. Aztán a betegeket korábban ilyen kőzúzásra küldtük el a klinikáról, és aztán az történt, hogy a gép jött ide. Ide hívtam egy angol fiút, aki kitűnő ebben a dologban, és itt tanított 3 napig bennünket, majd pedig 2 fiút elküldtem Rómába, illetve Hamburgba, és ott tanulta. Tehát most újra nagy lendülettel mennek ezek a műtétek. Az ágyon fekvő betegnek van itt a bal oldali veséjében egy vizelet elfolyási zavara, ettől egy vese idegrendszeri tágulata. Ami most történik, ultrahangon keresztül Szendrői doktor úr látja azt, hogy hol van ez a tágulat, és egy célzóberendezés segítségével egy tűt szúr magába a tágult üregrendszerbe. Hogyha ez sikerült neki, akkor kontrasztanyaggal megtölti majd magát az üregrendszert, ettől látható lesz majd az üregrendszer az átvilágító röntgenberendezésen keresztül. Ha ez megtörtént, akkor a tűbe bele tud már helyezni egy vezetődrótot, arról lehúzza a tűt, és erre a drótra rá tud húzni majd egy olyan katétert, ami tartósan bennmarad a beteg üregrendszerében, és a lezárodott üregrendszerből a vizeletet el tudja távolítani. 2000-ben kerültem ide, Romis professzor úr volt, aki idevet, aki személyesen ismerte, és nagyon szerette nagypapámat.
A nagypapám ezen a klinikán dolgozott, mint akkor a Babics professzor úrnak a helyettese, Szendrői Zoltánnak hívták, és végül is ő a 70-es évek elején, amikor már világossá vált, hogy nem kaphatja meg a tanszék vezetői kinevezését, akkor bement Székesfehérvárra osztályvezetőnek. Elég keserű szájízzel hagyta itt a klinikát, mert neki ez volt a mindene. Édesapám is orvos lett, aki az ortopédiát választotta. Szendrői Miklós professzor, az ortopédiai klinikának az igazgatója. Édesanyámnak a nagypapája, tehát az én dédapám, ő a Kolozsvári Egyetemen volt szülészprofesszor, és amikor elcsatolták Kolozsvárt Magyarországtól, akkor a Semmelweis Egyetem egyes szülészeti klinikájának ő lett az igazgatója. Az anyai nagypapám, Kubinyi János, ő itt volt adjunktus a mellettünk levő kettesnői klinikán, és később innen ment el osztályvezetőnek a János kórházba, és hát édesanyám is orvosként dolgozik, nagynéném is orvos, a húgom ő kilóg a sorból, ő pszichológus. Az andrológia jelentős lépést tett előre, amikor az elmúlt két évben egy nagyon fontos műszert sikerült beszerezni, illetve egy operációs mikroszkópot. 1990-ben végeztem az egyetemet, Pécset, és utána itt kezdtem el dolgozni ezen a klinikán. 2009. május 1-én a klinika vezetésével karöltve egy andrológiai centrumot alakítottunk ki. Az andrológia az urológiából indult el, és a legfőképpen a férfiak meddőségi problémáival, a meddő kapcsolatokban a férfi oldallal, aztán a férfiak szexuális gondjaival, az idősödő férfiak komplex témakörével és a férfi fogamzásgátlással foglalkozik. Magyarországon a prostatarákkal ő kezdett el először komolyan úgy foglalkozni, hogy a felderítését a prostataráknak, amihez nagyban hozzájárult, ugye az akkoriban használatba került prostataspecifikus antigén, ma is köznyelven ismert PSA használata. Ezt a fogalmat én azt hiszem manapság a 60 év körüli férfiaknak a jelentős része ismeri. A fogalomnak a bevezetése, ez Magyarországon gyakorlatilag Romis professzor nevéhez fűződik. Korábban a prostatarákot gyakorlatilag hormonterápiával, a here eltávolításával ugye gyógyítottuk a betegnek a korától függően. A radikális prostatektómia elve gyakorlatilag azon alapszik, hogy a daganatot, ha eltávolítjuk, akkor az egy kuratív módszer. Tehát meg tudjuk szabadítani a beteget a daganatától, és utána a műtét előtt magasnak a 10, 20, 30, akár 100-nak talált PSA érték, a műtét után 2-3 hónappal akár a nullára is lemehet. Ez forradalmi változás volt a magyar urológiában. Mint a templomban a szentély, olyan a kórházban a műtő. Ide csak az arra avatottak léphetnek be. Az ember ilyenkor átlényegül. Kötelező a rend, a fegyelem, a maximális koncentráció, a csend, esetenként a halk hangulatzene, és persze mindenek előtt a szakmai hozzáértés. Romics professzor most egy több órás műtétre készül, amelyben Keszthelyi docens, későbbi fázisában pedig Pánovics docens és más orvosok, műtősök vannak segítségére. Szoros kivételként ezúttal kamerával is nyomon követhettük az egykori klinikaigazgató professzorokról elnevezett műtőkben egymással párhuzamosan folyó gyógyító munkát. De egy húgyhólyag rákról van szó. De a betegből kivesszük a húgyhólyagot, a hozzátartozó alatta fekvő prostatát, a dondóhólyagokkal, és utána két oldalt a nyirokcsomókat kiveszünk. Ez a műtét első 3-3,5 órás fázisa. A második, amikor a húgyhólyag helyett kell egy másik hólyagot bélből kreálni. 1990-ben végeztem, és akkor édesapám is urológus, és akkor az ő példája kapcsán lett a urológiával szerelem, és úgy jöttem ide. A nagy műtétek felé próbáltam orientálódni. Amikor kikerültem Németországból, ott kint dolgoztam egy évig, és a radikális műtétekbe kezdtem magamat beleásni, mind a vese, mind pedig a hólyag műtéteknél. Elmentem ösztöndíja a Svájcba, Studerno professzornak a műtéteit tanulmányozni. Kikerültem egy tanfolyamra Manzúrába, Egyiptomba, ott is szintén ilyen radikális műtéteknek a követése volt a feladat. A Nílusban élek is kórokozó, ami nagyon sok
hólyagtumort okoz, és azért lett ott egy centrum ezzel kapcsolatban, hogy hogy csinálnak ott bélből hólyagot, annak egy speciális variációja. Nem gondoltam volna, hogy az életem során majd el fogok jutni egy radikális prostatektómiáig. Azokkal a transzperitonális műtétekről, amelyről az ember abban az időben csak álmodott, és ebben a házban a tapasztalatokat le lehet szűrni, ezeket össze lehet hasonlítani. Szóval jó az ország első klinikáján dolgozni. Úgy kezdtem, hogy az ő beosztottja voltam. És 118-as szobában. És akkor mindig úgy kezdődött a vizit, mondta, hogy ugyanúgy, mint Németországban, írjam rá a lázlapra az összes laborértéket, viziteljek le, és aztán majd jön ő, és akkor átnézzük együtt, hogy volt-e valami probléma. Hát egy kezdőnek nagy segítség volt, ugye. És aztán, amikor ő elkerült az Orfiba, akkor rám bízta a vidéki rendelését, akkor egy ideig én jártam ki, Százhalombattára, aztán ugye érdi születésű, akkor Érde nem volt érdekeltsége a klinikának, akkor szerzett időpontot a rendelésen, a szakrendelőbe, akkor engem küldött ki. Németországba kikerültem régi főnökéhez, akit ő nagy becsben tart, Waff professzorhoz. Hát úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat vele. Romics professzor és munkatársai a húgyhólyagrákban szenvedő betegen elvégzett műtét első fázisában a húgyhólyagot a prostatával, az ondóhólyagokkal és a hólyag melletti nyirokcsomókkal együtt gondosan eltávolítják. A kívülálló, laikus ember csodálkozással szemléli ezt a bonyolult műveletsort, amelyben az emberi test szerveinek, a szervezet működésének beható ismerete, a rendkívüli kézügyesség, a szakmai tudás és tapasztalat, a közreműködő és segítő emberekkel való sokoldalú együttműködés, a modern műszerek nyújtotta lehetőségek használata, tehát az emberi képességek és a szakmai tudás együttese eredményezheti csak, hogy a műtőasztalon a radikális beavatkozás sikerrel végződjék, és a beteg meggyógyuljon. ...1984 óta, tehát most már lassan 30 éve, hogy az urológiai klinikára kerültem. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztem, olyan belátható és mégis manuális szakmára vágytam, mint az urológia. Amikor ide kerültem, Romics professzor úr tanársegéd volt, és azt kell mondanom, hogy akkor talán nevezhetem így, hogy egy baráti kapcsolat alakult ki köztünk. Sose fejtem el, ezen az ablakon szólt ki, amikor becsaptam a kocsi ajtót, és azt mondta, hogy Miklós, gyere. Ez akkor volt, amikor átvette a klinika vezetését, nem sokkal később. Leültünk, és azt mondta, hogy az onkológiára valaki, mivel régóta foglalkozott, ebbe szeretne engem belevonni, ebbe szán nekem szerepet. És ez így is történt, megkezdődött egy 15 éves munka ezzel kapcsolatban, és lényegében a semmiből építettünk ki egy olyan osztályt, ami azt hiszem Magyarországon biztos egyedülálló, de Európában is megállja a helyét. Itt nem csak az onkológiai betegek szűrése és sebészeti ellátása történik, hanem a további gyógyszeres kezelésük és gondozások is. A prostatarák jelentős részét lehet ugye operálni, de vannak betegek, akiknek gyógyszeres kezelést kell végezni, vagy akinek kiújul a betegség, akkor kemoterápiát kell végezni. A klinikának van egy ilyen osztálya, most már gyakorlatilag 10 éve, uro-onkológiai osztály, amely ezekkel a betegekkel foglalkozik. Egy másik speciális szakterület, amelyet Romics professzor is jelentősen támogatott, és néhány fiatal kollégával magam fejlesztettünk igazából tovább, ez az urodinamikai vizsgálatok módszere. Azokat a betegeket, akik valamilyen vizelési panasszal, vizelet ürítési vagy vizelet tartási panasszal is rendszerint ezek nők jelentkeznek a klinikán, azokat kivizsgáljuk, és ezt az inkontinenciát nagyon jó eredménnyel tudjuk kezelni. Nekem a családban nem volt senki orvos, a szüleim, az édesapám esztergályos volt, édesanyám szakács. 1996-ban végeztem a Semmelweis Egyetemen, és utána rögtön a Semmelweis Egyetem urológiai klinikáján kezdtem dolgozni. Tulajdonképpen én ebben az utóbbi 15 évben végig vele dolgoztam. Én mindig minden támogatást, mind a szakmai előmeretelen, mind pedig emberi vonatkozásokban megkaptam professzor úrtól. Ennek talán első fontos lépése volt az, hogy rögtön egy ilyen kéthetes tanulmányúton vehettem részt Németországba. Később 2003-ben egy évet tölthettem el ugyanabban a kórházban, aminek osztályvezető főorvosa Dietmar Bach professzor úr volt, a Bocholti Szent Ágnes kórházban Németországban. Amikor én 2000-ben végeztem,
akkor én belgyógyászként kezdtem el dolgozni, úgy húztam le 2 évet, és utána jutottam el arra a döntésre, hogy én nem inkább valami manuális szakmát szeretnék végezni, és akkor bejöttem be ide a klinikára, kérdeztem, hogy van esetleg lehetőség, és úgy kerültem ide a klinikára. 2008-ban a professzor úr, illetve a nyilvány doktor segítsége jutottam ki egy ilyen ösztöndíj keretében Angliába. Mindvégig az volt a cél, hogy visszajönni, és hát itthon kamatoztatni azt, amit kint az ember megtanul. Amint ugye professzor átvette a klinikát utána, a fiataloknak óriási lehetősége volt, de minden kollégának a tudományos munka végzésére. Fölmérte, hogy a klinikán mik azok a hiányterületek, amiben előre kellene lépnünk, és oda próbált ráállítani egy-egy fiatalabb kollégát, akinek ugye megvolt egy elképzelése, mint például nekem, hogy én szeretnék a vizeleti inkontinenciával foglalkozni. A professzor egy iskolát alapított abból a szempontból, hogy ha megnézzük, hogy a tudományos tevékenység hogyan alakult az elmúlt 15 év alatt, akkor egy ilyen magasan felfutó görbét lehet látni. És emellett nagyon jó szakmai, politikai kapcsolatokat alakított ki, rengeteg külföldi intézettel, kooperációban, együttműködések, rengeteg vendég előadó járt a klinikánkon. Lehetőségünk volt nekünk is arra, hogy nem csak a nemzetközi kongresszusokra és tanulmányutakra tudjunk elutazni, hanem bemutató műtétekre, tudományos együttműködésekkel, ilyen kisebb kongresszusokra, vagy ilyen úgynevezett workshopokra, megbeszélésekre, és emellett az oktatásban is nagyon-nagyon sokat léptünk előre. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg maximálisan megvalósult az a hármas egység, amit ugye az egyetemnek el kell látnia, a tudományos tevékenység, az oktatás, illetve a betegellátás. Az urológiai klinikáról el lehet mondani azt, hogy sokkal szélesebb körű műtéti technikát tud bemutatni, sokkal szélesebben viszi az urológiát, szinte a ma ismert urológiának a teljes palettáját lefedi, ami azt gondolom egy fiatalembernek nagyon jó tanulóhely. Tehát itt aztán tényleg mindent lehet látni. Édesapám a Szent István kórházban dolgozik még most is főorvosként. Ő volt a példakép gyerekkoromban. Ő rajta keresztül választottam tulajdonképpen ezt a szakmát, és hát egy nagy megtiszteltetés volt, hogy ide a klinikára el tudtam helyezkedni. Egy fiatal embernek ide bekerülni a sok szempontból kihívást jelent. Egy évben ezen az ambulancián általában 6-800 beteg is megfordul. Ezen kívül az ambulanciánkon évente közel 40 ezer beteget látunk, és hát ezek nem csak a klinika területéről, hanem hát az egész ország területéről jönnek a speciális szakrendelésekre. Én mindig is felnéztem rá, mert imponált az, ahogy a klinikáját vezette. A Debrecen Egyetem Urológiai Klinikája és a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája, mondhatom azt, hogy szoros kapcsolatot alakított ki, és ez a kapcsolat nem csak munkakapcsolat, hanem személyes jellegű kapcsolatokat is táplálunk. Én is kaptam már tőle beteget, mi is küldtünk hozzá beteget, de gyakran előfordul az is, hogy személyesen konzultálunk bizonyos betegségekkel kapcsolatban. A magyar egészségügy régóta vajúdó, köztudottan drámai költségvetési pénzügyi helyzete miatt az orvosok elvándorlása, a szakalkalmazottak elmaradása, pályaelhagyása időnként kritikus állapotokat eredményez. Mindez mégsem vonatkozik teljes mértékben a budapesti urológiai klinikára, ahol a hazai átlaghoz képest jóval kisebb a fluktuáció. Ez nyilván az intézményen belüli hangulattal, közérzettel, az itt dolgozók szakmai megbecsülésével is összefügg. Romics professzor büszke arra, hogy a klinikán stabil, szakmailag kompetens, hatékonyan gyógyító, a beteget teljes mértékben és hiba nélkül ellátó csapatot sikerült kialakítania. Itt rendkívül jó nővérek vannak. Szóval sokkal többet csinálnak, mint a külföldiek. Jobban ismerik a beteget, többet rájuk lehet bízni. Ott mindenért az orvosnak szóltak. Itt a nővér sokkal önállóbb. 1988 óta Semmelweis Egyetemen, és 2001. szeptemberre óta vagyok az urológiai klinikakének a vezető főnővére. Ez egy nagyon stabil gárda, mi évek óta együtt dolgozunk. Én elmondhatom azt, hogy itt nem olyan nagy a fluktuáció, viszont sajnos a korfa az öregszik. Inkább egy nagyon erős középkorú csapat van, és jó pár nyugdíjas is. Nekem az a véleményem, hogy akiben nincsen humánum, aki nem tud egy normális hangszínben beszélni a beteggel, aki nagyon könnyen fel lehet idegesíteni banális dolgokkal, és nem érez ehhez türelmet és elhivatottságot, annak nem szabad erre a pályára mennie. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a klinikán bennünk ez mind megvan. Nekünk ez a hivatásunk, és nem a munkánk. 1973-ban megalakult a Henyimpár Gyermekkórházban a hazai egyetlen
gyerekurológiai osztály. A megalapítónk dr. Tóth József főorvos úr, hát ő felnőtt urológus is volt, és hát innen hozta az összes tudást, hát itt szerezte meg azt a speciális tudást, ami kellett a gyerekurológiához. Amikor Tóth főorvos nyugdíjba ment, a következő osztályvezető főorvos is szintén innen került ki, Csontai Ágoston főorvos személyében. A kollega gyerekurológus az első szakaszban, aztán megy a felnőtt vonalra, akkor az egy óriási szerencse. Mirádi docens a Henyimpár gyermekkórházban volt, ahol ő kitanulta a gyerekurológiát, utána került felnőtt urológiára. Én 1995-ben a Szegedi Egyetemen végeztem. Én már az egyetem alatt is manuális szakmák irányába vonzódtam, és akkor volt Kecskeméten Tóth Csaba professzor, ahol későbbi Debreceni Egyetemnek lett a tanszékvezetője, családunk jó barátja. Ő miatta választottam az urológiát. Harmadik generációs orvos vagyok. Én azt gondolom, hogy igenis sokat számít, hogy én szüleimtől mit láttam, mit tanultam. Édesapám nőgyógyász főorvos Kecskeméten, nyugdíjas természetesen. Én egész életben a munka iránti szeretetet, illetve az elhivatottságot láttam tőle. Végzés után Szegedről a Fővárosi Önkormányzat Helypár gyermekkórházába kerültem. A gyermekek a veleszületett fejlődési rendenségnek a gyógyítását, kutatását, illetve operatív kezelését végeztem. Több korábbi, hosszabb, rövidebb angliai tanulmányút után Romics professzor úr segítségével egy éves kutatási ösztöndíjat nyertem el a University College Londonban, ahol intrauterin végzett alsóúgyüti obstrukciónak néztük a elektrofiziológiai, elektromechanikai behatását. Ezen utamról hazatérve Romics professzor hívó szavának 2001 áprilisa óta a klinikán dolgozom. Romics professzor irányításával egy olyan csapat dolgozik, ami a nemzetközi szinten is maximálisan megállja a helyét. A műtét során a kismedencét, ahogyan az orvosok fogalmaznak, kitakarították, azaz a daganatot eltávolították. Ezt követően körülbelül 30 cm-es kirekesztett bélszakaszból új hólyagot, egy úgynevezett rezervoárt képeznek, amely mint egy vizelettartályként működik. Ehhez varják az urétereket, amelyek a veséből szállítják majd a vizeletet az új hólyagba. A külső szemlélőben a műtét harmadik, negyedik órájában felmerül az a kérdés is, vajon ezt a rendkívül bonyolult, összetett műtéti technikát jobban, sikeresebben tudja-e alkalmazni olyas valaki, aki szakmájának nem csak magas színvonalú ismerője, hanem nagy kultúrájú, teljes életet élő ember. Romics professzor válasza egyértelmű. Az ilyen ember jobb minőségű ember lesz, az biztos. Aztán pedig többszörös átétellel ugyan, de a teljes életet élő ember jobban is operál, mivel a jobb minőségű ember jobb minőségű munkát végez. Nagyon-nagyon intenzív kapcsolatokat építettem ki. A napokban kinyitottam vendégkönyvet, 240-es névnél tartunk 15 év alatt, és hát egy külön lista van, az jóval keves, akik operáltak, előadást tartottak. Az tény, hogy itt 240-en voltak, az előző 12 évben meg voltak, nem tudom, 30-an. Itt minden évben legalább két nemzetközi konferenciát szerveztünk. A nemzetközi díjak EBU, European Board of Urology által, vagy IBU által ideítélt továbbképző centrum kinevezés, hát ebben valóban mi voltunk Közép-Kelet-Európában az elsők. Azért járunk a kongresszusra, hogy lássuk, mi a technika, azért vannak az európai ösztöndíjak. Én is így voltam Svájcban, hogy lássuk, hogy ott milyen műtéteket csinálnak. És utána, ami talán előnye is a nyugat-európai kezeléshez képest, hogy a beteg ide jöhet vissza hozzánk kontrollra. Itt sokkal emberibb az orvos-beteg kapcsolat, mint kint Nyugat-Európában. A betegek szeretnek visszajárni ahhoz, aki kezelte őket kezdettől fogva. Azért ez egy bizalmi szakma tulajdonképpen. 1996-ban találkoztam Romics professzorral, az Orfi osztályvezető főorvosaként, prostatadaganattal operált. Közben a professzor úr átkerült ide a klinikára, tehát alig egy hónap múlva már itt a klinikán találkoztunk újra, és hát azóta is kezel. Ma már ennek ugye 16 évvel a sacskán. 2009-ben történt, hogy a házi orvosom megkérdezte tőlem, hogy voltam-e már
prostatavizsgálaton. Akkor töltöttem be a 63. évemet. És az ottani urológus főorvos azt mondta, hogy neki gyanús ez az ultrahang felvétel, és egy ilyen biopsziás vizsgálatra beutalt, és derült, hogy bizony nekem van egy prostatarákom. Az én húgom orvos, belgyógyász. És én rajta a húgomon keresztül ismerkedtem meg a Romics professzor úrral. Behívott, megnézte a leleteimet, és minek ezzel várni. A legközelebbi szabad napomon önnek itt a helye, és meg fogom műteni. Azt hiszem, hogy soha rosszabb kezekbe ne kerüljön ember ilyen problémával, mint erre a klinikáról. Egyszer meghívták őt Kolozsvárra egy előadást tartani. Ugyanakkor a feleségemet is és engemet is meghívtak. Mi gyógyszerészek vagyunk. Volt egy kis szabad időnk, na gondoltuk, Romicsot meghallgatjuk. Egy hét múlva már itt voltam ebben a szobában. Ez egy prostata probléma volt? Pontosan. És rákos. És áttétellel, csont áttétellel. Ám nem lehetett operálni már engem akkor, úgyhogy gyógyszeresen kezdett el kezelni, és így aztán elkezdtem ide járni, és 8 éve egyfolytában járok. Ez az 50-es értékről 3-4 hét alatt lement 0,2-re. Csoda eredmény volt. Debreceni Urológiai Klinikán kezdtem el dolgozni, ahol 17 évet töltöttem el. Aztán külföldre mentem néhány évig dolgozni. Mikor visszajöttem, akkor én a Budapesti Urológiai Klinikán folytattam el a tevékenységemet 1999-től. A Romics professzor úr, ő akkoriban fiatalon kinevezett impulzív egyéniség volt. 3 évig voltam itt. Egyébként a Romics professzor által szervezett fűvészkerti urológus napokon rendszeresen szinte résztvevő, és nagyon sokszor előadó is voltam. Fűvészkerti urológus napok keretében, ami az elmúlt ugye 15 évben 25 alkalommal került sorra, gyakorlatilag a magyar urológusok jelentős része részt vett. Ez olyan társasági eseményé vált, amelyeket minden évben kétszer komoly tudományos háttérrel, külföldi előadókkal a magyar urológusok nagy része élvezett. Köztudott rólam, hogy Budapestre, szinte hazajövök. Kellemes emlékek kötnek ehhez a városhoz, ahol amolyan családi környezetben érzem magam. A fűvészkerti urológus napok rendezvényén sokatszor veszek részt. Romics Imre professzor egyetemi klinikáján ugyanis a magas színvonalú tudományos munka mellett a modern, legújabb urológiai gyógyítási módszerek és ismeretek gyakorlati alkalmazása is példaértékű. Ehhez elengedhetetlenül fontosak a tudományos ülések, a tapasztalatcserék és továbbképzések, amelyek Budapesten hosszú idő óta valódi tartalommal kerülnek megrendezésre. A Budapesti Urológiai Klinika minden túlzás nélkül a modern urológia egyik európai centruma. És ebben a munkában mindig is örömmel veszek részt. Romics professzor klinikája mindenkori bizonyítéka a tradíciók fontosságának és a modern urológiai módszerek és gondolkodásmód egymást segítő, erősítő jelenlétének. Az utóbbi 2 évtizedben a klinika, ha szabad ezt a kifejezést használni, zászlós hajója volt a magyar urológiának. Ennek előzménye, hogy Romics professzor éveket töltve Németországban, részben ott tökéletesítette urológiai ismereteit, és hasznosítható gyakorlatot is szerzett. A német urológusok személyét jól ismerik, és ez nyilvánvaló feltétele volt a kapcsolatok kiépítésének. Tény, hogy a magyar urológusok nagy megbecsülésnek örvendenek Németországban, sőt, egész Európában. Magyarország amúgy is népszerű Németországban, de ehhez az egészségügyi kapcsolatok is hozzájárultak. 2001-ben jöttem ide a klinikára. Őneki mindjárt az elején konkrét elvárásai voltak. Hatalmas tempót diktál a klinikának is, de saját magának is, és a dolgozóknak nagyon nehéz ezzel lépést tartani, de hát mindenki törekszik erre.
Professzor úr egy nagyon összetett személyiség. Vehemens, mindig tudja, mit akar, nem hagyja magát eltéríteni. Konkrét elképzelései vannak dolgokról. Munkabírása az egyszerűen utolérhetetlen. Ilyenkor két műtét között tud nyugodtan dolgozni? Ez így van, nagyon jól látja a helyzetet, mert professzor úr, ha lejön a műtőből, akkor nagyon sok mindent együtt el kell intéznünk, tehát addig ugye itt zajlik az élet, én veszem az üzeneteket, amiket meg kell vele beszélni, de viszont a professzor úrnak nagyon fontos a műtéti munka, mert abba tud megnyugodni, tehát bármilyen klinikai, anyagi vagy egyéb természetű probléma van, ha idegesen megy fel a műtőbe, mindig nyugodtan jön le, tehát neki az élete a műtő. A nagy műtét utolsó fázisában járunk. A kirekesztett bélszakasz egyik száját értelemszerűen zárják, és a hasfalra kiszájasztatják, ahol majdan a vizelet egy üríthető, cserélhető műanyag zacskóban fog összegyűlni. A rendkívül kimerítő műtét végén sem lankadhat a figyelem. Az erőfeszítést szemlélő emberben magától értetődő természetességgel fogalmazódik meg a felismerés. A világot sohasem nagy szavakkal, hanem csak pontosan, szépen, szívós kitartással végzett munkával, mindenkinek a saját területén helytállva lehet csak jobbá tenni. Egy társadalom kis sejtekből áll, és mi emberek nagyon is sebezhetőek vagyunk. Ezért, ha mindenki tudása legjavát nyújtja, csak akkor van esély arra, hogy ezek a szándékok összeadódjanak, és együtt, közösen megváltoztassák a világot. Ezen a műtőasztalon ma megmentettek egy embert, akinek jó esélye van a gyógyulásra, a teljes életre, hogy újra a közösség hasznos tagjává válhasson. Köszönet érte mindazoknak, akik tudásukkal, hivatásuk magas színvonalú gyakorlásával ezt elősegítették. Mégis hogy értékeled most? Jó, mert a beteg jó volt, nem volt kitörve a daganat, nem volt nyirokcsomó áttétje, tehát időben lett megoperálva, én szerintem a beteg meg tud jönni. Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kapucs falat, s mégis megkértem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival, szabad-e dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok reám durván gazul, de addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új és magyar. Az intézetnek van egy nagy erdély szeretete. Azt hiszem már mindenki volt Erdélyben, ami egy nagyon, de nagyon felemelő érzés. Aztán vannak olyan kirándulásaink, ahol megérezhetjük azt, hogy mit jelent abban a régióban magyarnak lenni, és feltöltve érkezünk meg minden alkalommal. Gyerekkoromban már mindig a nemzeti zászlót rajzoltam, március 15-én én voltam, aki kidíszítettem az utcára néző ablakunkat nemzeti szalagokkal. Akkor volt egy nagyon magyar tanárom, Török Gábornak hívták, a József Attila gimnáziumban, aki azért Adit Petőfit, a himnuszt, Sánta ember létére, azt mondta, a himnuszról csak állva szabad beszélni. Az áttörés 1968 Erdély út. És én kezdtem tudatosan keresni a kapcsolatokat. Két év múlva már Felvidéken voltam. Pozsonyban hát azért van mit nézni. Elmentem Nagyszombatra. Ott alapították az egyetemünket. Nagyon-nagyon fontos volt az emberi hozzáállás professzor részéről, amivel minket, a fiatalokat elvitt magával például több alkalommal Erdélybe, ahol lehetőségünk volt arra, hogy az erdélyi utazások kapcsán még részletesebben megismerjük a közös történelmünket. Mindig is hangsúlyozta nemzeti
összetartozásnak a fontosságát, jelentőségét, amit ő itt a klinikán mindennapokban nyíltan is vállalt, és minket is tulajdonképpen hát erre okított, illetve ezt a szemléletet próbálta számunkra megmutatni. Mindenütt felkutattam a magyarokat, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken, meghívtam őket, Németországban, Amerikában, Dél-Amerikában. Erdélyi fiatalok voltak itt, medikusok, fiatal urológusok, mentünk mi is oda. Tehát nagy hangsúlyt helyeztünk a magyar-magyar kapcsolatokra. Romics professzor ugye 15 évet dolgozott ezen a klinikán, mint vezető. Nekem volt szerencsém végül is ezt a pályafutást végig látni, de én azt hiszem a vezetői egyéniség abban mutatkozott meg leginkább, hogy a klinikán ki tudott nevelni olyan fiatalabb embereket, hát persze most már ők is ugye 40-50 évesek, akik egy-egy szakterületet önállóan el tudnak látni, és a klinika vezetésében, a továbbiakban aktívan tudnak részt venni. Én az egyéves tanulmányutamat Londonban töltöttem a világ egyik leghíresebb egyetemén, kiváló, nagyszerű emberek között. Célom az volt, hogy egyrészt megálljam a helyemet kint, másrészt pedig minél komolyabb alapokat teremtsek meg a tudományos munkásságomban, amelyre később majd a PhD védésemet is építeni tudtam. A kintlétem alatt én minden erővel és teljes szorgalommal azon is munkálkodtam, hogy a magyar kutatók, a magyar urológusoknak a jó hírét vihessem. Mindenkinek megadtam a sanszot, hogy előre lépjen. Már nem egyszer van, hogy azt mondom, hogy hú, az illető jobban csinálja, mint én. Vagy az illetőt meghívták egy kongresszusra, engem már nem. Két dolgot csinálhatok, vagy irigykedek rá, vagy azt mondom, hát én neveltem erre, nem? Hát az én kezem alatt lett kitűnő operatőr, vagy ismert szakember, hát akkor ennek örülni kell. Egy biztos, ezt a szakmát itt nélkül nem lehet csinálni. Kell az a segítség, amit az ember felülről vár, remél, hogy megkapja ő is, meg a beteg is, hogy meggyógyul. A műtét utáni időszakban, ha már bezártuk a beteget, attól kezdve a gyógyulása a betegtől, és azt hiszem az égiektől függ. A hit az rettenetesen fontos. Én azt hiszem, hogy a házban nem is hiszem, hogy van olyan, aki valamilyen szinten ne hinne. Mert ezt nem lehet másképp csinálni. Csak az jut előbbre, aki dolgozik, aki tanul. Ezt láttam otthon. Nagyapám nagyon igényes köműves volt. Öcsém nagyon szorgalmas, bátyám nagyon szorgalmas, szüleim azok voltak, a gyerekeim azok, a feleségem az. Mindegyik valamire vitte. Van egy öcsém, aki mezőgazdász, és a bátyám, hát nagy példakép, nem. Medikus koromban sokszor, mikor ügyeletes volt, este vizit volt, akkor végigmentem vele. Az első injekciót úgy adta be, hogy a beteg elfordult, és a kezembe adta a tűt. Megmutatta a betegnek azt a részét, ahova bökni kell a fenekébe, és beszúrtam. Meglehetősen kritikus volt, nyilván a jóra való szándék miatt. Ez a testvéri szeretet, ez az utolsó napig. Hát végigkövette az életünket. A feleségem orvos szintén, ő az egyes női klinikán dolgozik az egyetemen. Ő is megcsinálta a tudományos fokozatát, a PhD-jét, és habilitált is, és hát ellátja a családot. Van két gyermek, lányunk Katalin 31 éves, germanisztikát végzett az ELTE-n, közben járt egy kommunikációs főiskolára, egy menedzseriskolába, akkor elvégezte a Közép-Európa Egyetemet, szerzett egy MBA közgazdász fokozatot. Fiunk Miklós letett egy felsőfokú nyelvvizsgát, egy középfokú nyelvvizsgát, őt ez év júniusában avatják orvosdoktorrá. Urológus akar lenni szeptember 1-től,
itt lesz a klinikán. Igen, tisztelt Romics professzor úr, kedves ünnepátyám! Az ünneplés és annak módját mi tanítványait tőle tanultunk. De valóban nem engedte, hogy az arra méltó napokat megfosztassák a ragyogásunkon, és te megtanítottál arra, hogy vannak napok, amik fontosak számunkra. Mára is olyai arra sarkalnak, hogy ne szégyeljük érzéseinket. Ezen érzés nekünk, tanítványoknak, hogy felemlegessük cselekedeteidet hálával, tisztelettel, és megköszönjük mindazt, amit tőle tanulhatunk, és ígérjük, hogy ezt mindörökké a szívünk mélyébe zárjuk. Kedves barátaim! Mostani találkozásunk aktualitása, hogy köszöntsünk egy nagyszerű, gazdag életutat, Romics Imre professzor urat. Személyében az egyik legjobb európai urológus professzort tisztelhetjük, aki az intézmények közötti együttműködésből is tehetséggel és sikerrel vette ki részét. Így vált lehetővé, hogy ma Közép-Európa az urológiai terület megkerülhetetlen fontosságú központja lett. Ezen belül is Romics professzor budapesti klinikája az egyik legjobb intézmény. Kedves Imre barátom, hosszú időre feltette az európai urológiai térképre. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnya tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény hozzád még elér. Kell te legyél, ki nap lesz éj után, te légy, aki megtalál egy régi balladát. Ki szélét osztja szét, a remény, ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik mere jár, hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Talán ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán, ami volt, s amiért, az minden.